tél folyamán a zord időjárási körülmények a természetet is meg tudják gyalázni, és ilyenkor sokszor előfordul, hogy fák, bokrok dőlnek be a vízbe, amik természetes búvóhelyet adnak halainknak. Viszont ezek között, az akadók között szeretnénk ezeket a ragadozó halakat megfogni. Erre van lehetőség, úgyhogy ne csak csalit veszítsünk, mégpedig az offset csalizási módszer. Ehhez szükségünk van egy plasztikra. Én ez esetben a Warrior Shedet választottam, 55 mm-es változat. Vizárd cseburaska fejre, és hozzá vizárd offset horgot választottam. Először is a kiválasztott plasztikot megnézzük. A fűzés nagyon egyszerű. Szinte, mintha a kishal szájába akasztanánk a horgot, befűzzük az offset horgot, majd végigvezetjük. A horog hajlítása fogja adni, hogy hogyan haladjunk. Majd itt megnézzük, hogy hol fog kibújni a horog, és ott szépen átvezetjük a hasi részen. Ha ügyesek voltunk, akkor szépen kibújik az offset horgunk. Akadókban nem fogunk vele elakadni, viszont kapáskor ki fog bújni a horog hegye, hisz a ragadozó rászorít az állkapcsával. Miután ezzel megvagyunk, előveszek a cseburaska fejet. Mivel közelre fogok horgászni, így a 7 g-os változatot vettem elő. Kibújtatjuk a drótot az ólomból, befűzzük, majd visszabújtatjuk az almot. A készszerelésünk így néz ki. Nincs is már másra szükség, csak notaknot kapottja a rögzíteni. Majd a fluorokarbon előkénkhez hozzáfogatni. Ugyanúgy lekoppintom a fenékre, mint egy jig esetén, és finom emelésekkel átpásztázom az ágakat. Nagyon hosszú fluorokarbon előkét raktam fel, nem véletlenül. Az ágak szélén lehetnek kagylók, amik elvághatják a zsinórunkat. Viszont a fluorokarbon ennek is ellenáll. Egyelőre még nem éreztem ütést, viszont az ágakat nagyon jól érezhetem. Megpróbálom az ágakon átbillenteni a csalit, hogyha ággal találkozok. Ólommal igyekszem nem megütni az ágakat, nem kizavarni belőle a ragadozót. És ha egy kis szerencsénk van, meg ügyesek vagyunk, akkor még akár foghatunk is valamit,